konferencia témája a felső és alsó végtag ízületeinek biológiai programjai. Erről a témáról ma este is dr. Budai László Károly, orvos természetgyógyász, germánygyógytudomány terapeuta fog bővebb tájékoztatást adni nekünk. De mit is jelentenek ezek az ízületi bántalmak, fájdalmak? Mozgásszervi panaszokkal az orvoshoz fordulók nagy többsége különböző panaszokról, fájdalmakról számol be. Nagyon sokszor más-más helyről indul ki a fájdalom, ezért nagyon fontos ezt a kórképet egy kicsit más szemmel is megnézni. Szorosan az ízületet érintő betegségeket le tudnánk egyszerűsíteni két nagy csoportra, például a gyulladásos és az úgynevezett kopásos programokra, problémákra. Mitől függ az, hogy kinél lesz gyulladás és kinél lesz kopás, hogy ez hány éves korban következik be, van-e összefüggés a nemek között, gondolok itt arra, hogy a nők vagy a férfiak hajlamosabbak ezekre a betegségekre, van-e valamilyen összefüggés a munkahely, az életkor, az életstílus, az esetleges kilogrammok vagy súlyfelesleg tekintetében a betegség kialakulásában. Hogyan alakul ki, és mi határozza meg az, hogy kinél milyen végtag lesz érintett? Egyáltalán mi az oka, hogy ez a problémánk felmerül? Azt hiszem, hogy ezek, és még ezentúl rengeteg kérdés merült fel, nem csak bennem, hanem önökben is, kedves hallgatók. Úgyhogy szeretném, hogyha erről, illetve ennek a megoldásáról is egy pár szót ejtenénk ebben a webkonferenciában. Karesz, kérlek, mondd el, hogy mit is kell erről a tünetegyüttesről, betegségről tudni? Hát elsősorban minden betegségnek tudni kéne, hogy valójában mi a kiváltó oka. Aztán, ha ezt tudjuk, akkor az okoknak a megoldásával kellene elérjük azt, hogy megszűnjenek a tünetek. És amíg nem tudjuk valaminek a valós okát, addig beszélhetünk mindenféle folyamatokról, krónikus gyulladásokról, kopásokról, autoimmun folyamatokról, és hát ezek mind féligasságok. Mivel, hogy persze a gyulladás az jelen van, de ez nem egy ellenünk történő biológiai bosszú hadviselet, nem Isten verése, hanem egy olyan biológiai program fel nem oldásából, le nem zárásából adódik, ami mögötte egy önleértékelés húzódik. De hát egy kicsit előre futottam, csupán bevezető gondolataidra, hogy választ adjak, és csak azért mondom újra és újra, hogy az alapokat kell megismerni, mert akkor fogjuk tudni, hogy ezeknek a gyulladásoknak bizony van értelme is, és van vége is. Akkor, ha tudjuk, hogy mi volt az, ami elindította, és tudjuk azt, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy ez az egész gyulladásos folyamat, vagy kopásos folyamat leálljon a szervezetünkbe. De hát, ha germán gyógytudományról beszélünk, akkor természetesen dr. Rieke Gerdt-Hámer személyével kell kezdenünk az előadást, hiszen az ő életének és munkásságának az eredménye az, hogy ma ezekre a kérdésekre valós, pontos választ tudunk adni. Dr. Rieke Gerdt-Hámer az a fantasztikus orvos, aki egyben teológus és fizikus is volt, aki leírta az öt biológiai természet törvényt, ami alapján nem csak az ember biológiai teste működik, hanem minden élőlény ezek szerint, a törvények szerint működik, tehát itt egy egyetemes törvényről van szó, egy olyan törvényről, amelyet megcáfolni nem tudtak még eddig, és nem is fognak, hiszen az alapjai azok tudományos alapokon ülnek, és amint ezt a gyakorlat bebizonyította már 1981 óta, ez reprodukálható, tehát bizonyíthatóan ugyanúgy történik mindenkinél, és akkor innen már is kihúzható az, hogy férfiaknál, nőknél ilyen fajú, olyan fajú, ilyen korú, olyan korú, ilyen bőrszínű, amolyan bőrszínű, vagy elhízott, vagy el nem hízott emberek
ezek mind csak egyéb kísérő jelenségek, de semmi közük nincs az ízület gyulladásához. Dr. Rieke Gerdhammer az életet tragédiájából fejtette meg az öt biológiai természettörvényt, hiszen, mint ahogy azt mindig elmondom, a 19 éves fia Dirk Hammer halála indított el nála egy nagyon rövid időn belül egy heredaganatot, és Hammer doktor elgondolkodott, mivel addig mindig egészséges volt, hogy valami kapcsolat kell legyen a fia halála, a fia elvesztése és az ő heredaganata között. Ez az alapgondolat volt az, ami után járt, és megvizsgált első lépésben több mint 200 daganatos beteget, heredaganatosokat, petefészek, rákosokat, és kiderült, hogy minden ilyen történet mögött egy nagyon súlyos, feldolgozatlan veszteségkonfliktus állt. És az lett aztán a kutatásnak a következménye, hogy első lépésben Hammer doktor felfedezte a rák vastörvényét, ami azt jelenti, hogy az ismérveket írta le, amelyek alapján egy daganatos folyamat elindul a szervezetünkbe, illetve daganathoz hasonló biológiai válaszok. Ezeket Hammer doktor EBK-nak, vagyis értelmes biológiai különprogramoknak nevezte, és ezek elindítója a DHS, a Dirk Hammer szindróma. Ezt a fiáról, Dirk Hammerről nevezte el, aki a karjai közt meghalt. Ebben írja le azokat a kritériumokat, amelyek nélkül nem indul el a biológiai válasz. És ne felejtjük, mindig egy érzelmi megrázkódtatásról van szó, ami hirtelen, váratlanul, meglepetésszerűen érkezett, nagyon súlyosan érintett meg minket, magányosan éltük át, és benne ragadtunk a konfliktusban. A lelki megrázkódtatás tehát az agy közvetítésével szervi elváltozást indít el. Tehát a szervi elváltozásból a Hammer doktor által szerkesztett fantasztikus tudományos táblázaton keresztül meg tudjuk keresni, hogy mi volt az a lelki megrázkódtatás, ami elindította az adott szerv szintjén azt a bizonyos biológiai programot. A konfliktus pillanatában a szervezetünk rögzíti a síneket, minden érzékszervünk rögzíti, ami rátartozik, sőt, még azt is rögzítjük, hogy éppen milyen ételt emésztünk. És ezek a sínek, vagyis a kísérő körülmények ezután konfliktus nélkül is képesek lesznek beindítani egy biológiai különprogramot, ha nem oldottuk fel az egészet érzelmileg. Ezt ne felejtjük, hogy érzelmi konfliktusról van szó, ami csak akkor fog eltűnni, ha érzelmileg oldjuk meg. Ne a sineket próbáljuk megoldani és kerülgetni, hanem érzelmileg oldjuk meg az egészet, mert akkor a sinek eltűnnek maguktól. Nyilvánvaló, hogy a vadon élő állatok nem fogják érzelmileg feloldani a félelmeiket, és ha valahol megütötték a bokájukat, a széles ívben kerülni fogják. Ha valamelyik utcában egy kutyát egy váratlan támadásért, abban azon az utcán keresztül a kutyát a gazdája az ölében tudja csak átvinni, mert nem hajlandó végigmenni ott, ahol egyszer őt egy kellemetlen konfliktus érte. Mert a kutya nem fogja érzelmileg feloldani a programját, csak hogy mi emberek vagyunk, akik erre képesek vagyunk, és ha ezt megtesszük, akkor eltűnnek a sinek, vagyis leáll az folyton visszatérő biológiai program, ami valójában a krónikus betegségeknek a lényege. Egy lényeges dolgot ne felejtsünk el, mindenki számára az egyetlen valóság a saját megélése. Tehát a tudományos táblázat alapján én vissza tudok kérdezni adott megélésre, és az illető fogja megtalálni életében azt a körülményt, azt a történetet, ami ezt a megélést okozta. Ez a konfliktusnak a beazonosítása. Nagyon sokszor a beazonosítással, és mikor rájövünk, hogy te jó Isten, hát ez már rég elmúlt, már semmi közöm hozzá nincs, meg is oldjuk a konfliktust. De vannak dolgok, amelyekhez, hát mit mondjak, ragaszkodunk a haraghoz, ragaszkodunk a gyűlölethez, a meg nem bocsátáshoz, a
túlzottan szoros kötelékekhez, ragaszkodunk a bosszankodáshoz, az aggódáshoz, és ha meddig ragaszkodunk ezekhez az érzésekhez, az általuk elindított biológiai programok folytatódni is fognak. A második biológiai természettörvényben Hammer doktor leírja, hogy minden értelmes biológiai különprogram két szakaszban zajlik le. Van egy konfliktus aktív szakasz, ezt a kék színű mező jelzi, és mögötte pedig van ugye a konfliktus megoldása utáni szakasz. Amint látjuk, a vízszintes tengelyen, az időtengelyen egyszer csak becsap az istennyila, a DHS, a Dirkheimer szindróma, vagyis megtörténik velünk egy váratlan meglepetésszerű esemény. Ez mindig meg fog velünk történni, az élet nem fog ettől minket megkímélni, de kérdés, meddig maradunk benne a konfliktusba, mennyi ideig, és hogyan oldjuk meg a konfliktust? Valóban érzelmileg, vagy csak éppen egy másik problémára fókuszálva, egy másik témával fókuszálva, ez a program átmegy megoldásba. Itt van a lényeg és a megértendő dolog, hogy a KM itt a konfliktus megoldása azt jelenti, hogy valamilyen szinten ezt megoldottuk, vagy van az sokszor, hogy az élet megoldja számunkra, mert ha elutazik, vagy végleg eltávozik az élők sorából valaki, akire nagyon haragudtunk, akkor oka fogyottá válik a konfliktus, és beindul a megoldási szakasz. Nos, a konfliktus aktív fázis tünetei nem hiába kék színnel vannak jelölve, hiszen hideg tüneteink lesznek, hideg a kezünk, hideg a lábunk, mert izgulunk, feszültek vagyunk, stresszben vagyunk, így szoktuk mondani, és ha valaki stresszben van, feszült ideg állapotban van, nyilván akkor nem tud elaludni, vagy elalszik is, felriad álmából, és újra meg újra elmondja a konfliktusát, nincs étvágya, nem fog enni, miatt le is fog fogyni, emelkedik a vérnyomása, a légzésszáma, a pulzusszáma, stb. Amikor eljutunk a megoldási fázisba, annak az első részében, amit exudatív fázisnak nevezünk, meleg tünetek fognak jelentkezni, vagyis gyulladásos tünetek, lásd ízületi gyulladás. És ez azt jelenti, hogy az adott helyen a folyadék áramlik be a adott helyen, adott szöveti szinten, szervi szinten. Ugyanezt történik meg agyi szinten is, mert a megoldás is lélek agyszerv szintén történik meg, és a fokozódó agyi ödéma miatt fokozódó fejfájásunk lesz. A fokozódó izületi folyadékgyűlem miatt hát feszülő fájdalom lép fel az izületben, rá mellesleg a gyulladás azt is jelenti, hogy meleg lesz, duzzadt lesz, fájdalmas lesz az izületünk, és a működésében is gátolt lesz. Hadd kérdezzek, itt most azt hiszem, hogy ki kell emelnem egy gondolatot, amit bármely laikus hallgató azt hiszem, hogy feltenne. Az előbb azt mondtad, hogy a hideg szakaszban hideg kezünk, lábunk, különösebb panaszaink nincsenek, ha jól értettem. Csak stresszre utaló panaszaik nincsen. Itt ízületi fájdalom sose lép fel. Aztán egy mondattal utána azt mondtad, hogy amikor a megoldási szakaszban lépünk a KM igen, betű után, igen. Tehát a megoldási szakaszban jelentkeznek a gyulladásos, fájdalmas tünetek, tehát gyakorlatilag a gyógyulási szakasz első része jelenti a tüneteket, akkor, igen. Amikor én azt hiszem, hogy beteg vagyok, épp gyógyulok? Ez a lényeg, nagyon-nagyon jól rátapintottál Réka a lényegre, hisz pontosan ez az, hogy amikor szenvedek, mert hát fáj, meg gyulladt, meg mozdulni se bírok, hát nyilván úgy lettünk nevelve, hogy hát ilyenkor betegek vagyunk. Na most, ha nyilván nem esik jó senkinek, senki, ha fáj valamiért. Tehát de ha tudom, hogy ennek a fájdalomnak van vége, és van értelme, akkor már nem is fáj annyira. Éppen ma beszéltünk egy igen. hölgyel, akinek ízületi panaszai vannak, gyógyuló szakaszban van, és mivel tudja, hogy van vége és van értelme, ezért nem is érzi oly annyira a fájdalmat. Mellesleg a hétvégi tanfolyamokon
A fájdalom csillapítására is adunk egy megoldást, ami gyógyszerek nélküli fájdalom csillapításra utal. Azt gondolom, Kalász, hogy az elhangzott mondatod teljesen felvillanyozott nagyon sok hallgatónkat abban a tekintetben, hogy ez a fájdalom nem egy átok, egy Isten csapása és sors Nem. csapása, hanem a gyógyulásom első tünete, Ez és egy... ha szabad úgy mondani, bizonyíték a gyógyulásomra. Igen, egy nagyon értelmes tünet, mert ne feledjük, hogy a konfliktus aktív szakaszban, ha ízületekről beszélünk, akkor mindig lebontásról van szó. Na most, hogyha beindul a fájdalom és a gyulladás, ez arra késztet engem, hogy légy szíves, kedves gazdám, pihenj le, mert most visszaépítek valamit, amit te lebontottál, és mi az értelme? Hogy erősebb lesz, mint volt. Mert ez a biológiai értelme minden önleértékeléssel elindított biológiai programnak, de erről még a továbbiakban fogok beszélni Tehát ez most. a karbantartás miatt lassított program Igen, gyakorlatilag? így is mondhatnánk, hogy igen, karbantartás miatt. Éppenséggel, amikor ugye a sineket, a vasúti sineket karbantartják, akkor a vonatoknak is a sebességét csökkentik, mert karbantartás miatt nem lehet végig szágúdozni egy adott szakaszon. Ezeket a gyulladásban levő ízületeket is pihentetni kell, és nyilván, ha tudom, hogy hogyan csillapítsam a fájdalmamat, tudom, hogy mikor én szenvedtem el a konfliktust, és mikor oldottam meg, akkor azt is tudom, hogy ez mikorra fog meggyógyulni. De még ezen is tudok segíteni, de most nem akarok elébe futni rögtön annak, ami a megoldásokról szól. Ez első és legfontosabb dolog, hogy megoldani csak azt lehet, amit tisztáztunk. Tehát tudnunk kell, hogy mi a konfliktus. Én el tudom mondani, hogy melyik ízülethez, ízületi fájdalomhoz, ízületi elváltozáshoz milyen lelki tartalmak tartoznak. De mindenki a saját életébe fogja ezt majd beazonosítani, hogy mi is történt vele. Tehát itt tartottunk, hogy amikor elkezd fájni, nyugodtan felírhatjuk, ízületi fájdalom egyenlő gyógyulással. Mert ugye ilyenkor elkezdjük visszaépíteni azt, amit lebontottunk, és mint mondtam, folyadék áramlik be mindenhova, ahol hát valamit helyre teszünk, és fokozódni fog a folyadékbeáramlás az adott agyi központba is, ezt is ki fogom vetíteni, és nyilván ez fokozódó fejfájást jelent. Tehát ez mindenképpen ágyba kényszerít minket. Na most, ha itt, a gyulladásos szakaszban, mondjam azt, hogy szteroid, gyulladás csökkentőket adnak a betegnek, akkor mi történik? Hormonálisan áthelyezik őt vissza a konfliktus aktív fázisba, és ez azt jelenti, hogy le fog állni a gyulladás természetesen, elmúlik a fájdalom, csak hogy nem lett megoldva a konfliktus. És ha nincs megoldva a konfliktus, akkor újra sínre kerül és újra elindítja. Márpedig a gyulladás csökkentőknek, teszem azt a szteroidoknak, a folyamatos szedése, hát az igencsak veszéllyel jár. Az összes többi gyulladáscsökkentő vagy biológiai terápiának nevezett szereknek a szedése is, hát hosszú távon veszélyekkel jár, úgyhogy én úgy gondolom, az igazi megoldás az, ha megoldjuk magát a kiváltó okot, vagyis a DHS-t. A gyulladásos tünetek megszakadnak, mert jön az epileptoid krízis, ami mondjam úgy egy felüdülés egy ízületi beteg számára, mert eltűnik a fájdalom, látjuk megint hideg szakasz jön, épp úgy megint csak a szimpatikus idegrendszer túlsúlya jellemző, de itt azt fogjuk élvezni, hogy megszűnik a fejfájás, mert a víz, ami az agyi központba bejött, az fokozott vizeletürítéssel fog távozni a szervezetünkből, és a második része a megoldási szakasznak, vagyis mondhatnám most már a harmadik része, ugye, mert volt az exudatív fázis, az epileptoid krízis, és a harmadik a hegesedési fázis, az, ahol gyakorlatilag visszaépül az, befejeződik a, mondjam úgy, a renoválás, ami elkezdődött a megoldási, a konfliktus megoldása utáni első szakaszban. Itt még extrém fáradtságot érezhetünk, és további fájdalmat, de innentől már biztos, hogy látjuk az alagút végét, és gyakorlatilag
az adott ízület erősebb lesz, mint volt, főleg, ha ez az egész folyamat csak egyszer zajlik le. A probléma akkor van, ha el se jutunk a megoldáshoz. Ha állandó konfliktus aktív szakaszban vagyunk, akkor lép fel az a helyzet, amiről szóltál, hogy elkopnak a porcok. Nincs semmilyen gyulladás, de a végén csont a csonttal érintkezik, nem egy olyan esetet látunk, amikor a csípőizületnek eltűnik a porc szerkezete, és hát a combcsontnak a feje az ízületi vápában gyakorlatilag csont a csonttal érintkezik, ez röntgenen látható az ízületi rés beszűkülésével, és a többi. Mondom, ez nem jár fájdalommal, csak majd a megoldási szakasz fog fájdalommal járni. Vannak helyzetek, amikor valakinek visszatérő, újra meg újra jelentkező ízületi fájdalmai vannak. Miért? Mert a konfliktus megoldása nem történt meg érzelmileg, csak lekerültünk a sínről, teszem azt, elmentünk éppenséggel valahova, máshova kirándulni, kikapcsolódtunk, leszálltunk úgymond a sínekről, és beindul a megoldás, és jön az ízületi fájdalom, esetleg végig is fut az egész történet, és jön egy nyugodtabb szakasz, majd megint egy sín miatt újraindul a program, és megint újraindul a program, és megint újraindul a program, tehát ezt nevezhetjük recidíváknak, vagy ahogy Hammer doktor nevezi, policiklikus lefolyás, tehát a ciklus többször és többször ismétlődik. Aztán van egy olyan lehetőség is, amikor is a megoldási szakasz nem jut el a végéig, amit látjuk itt a függő gyógyulás esetén, a fájdalom az megjelenik, talán egy rövid időszakra csökken, aztán megint folytatódik, gyakorlatilag állandósul az ízületi fájdalom. Miért? Mert ki se jutottunk a megoldási szakaszból. Na most ezek a formák már meg is határozzák, hogy milyen klinikai formák, vagyis lefolyások fognak jelentkezni a krónikus ízületi gyulladások esetén. Természetesen a policiklikusan előfordulhatnak függőgyógyulásos szakaszok is, tehát amikor nem néhány napig tartó gyulladás van, hanem hónapokig tartó gyulladás, aztán megint hónapokig semmi, aztán megint jelentkezik. Tehát ez mindig az adott személynek az élettörténete fogja beállítani, hogy éppen milyen lesz a gyulladásos tüneteknek a megjelenése és lefolyása. A harmadik biológiai természettörvényben Hammer doktor teljesen tudományos alapokra helyezi az egész biológiának az értelmezését, minden, ami bennünk történik, hiszen a három csíralemezből indul ki minden, a fejlődés történettől függ, az egyetfejlődéstől, az embriológiától, és ezt mindjárt a következőképpen fogom is bemutatni, szintén Hammer doktor képeivel. Ezen a képen azt látjuk, amit az előbb láttunk, ugye a Hammeri iránytűt, a konfliktus aktív és a megoldási szakaszt, de ha arra gondolunk, hogy sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek, akkor nyilvánvaló, hogy akkor, amikor konfliktus aktív szakaszban én felépítek néhány sejtet, akkor azt a megoldási szakaszban le fogom bontani, mert nem tartunk feleslegesen el sejteket. Viszont a konfliktus aktív szakaszban lebontottam, sorvasztottam sejteket, akkor ezt a megoldási szakaszban fogom helyreállítani. Ha pedig működést blokkoltam, fékeztem a konfliktus aktív szakaszban, nyilvánvaló, hogy ezeket a működéseket fogom helyreállítani a megoldási szakaszban. Tehát sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek, tehát vagy a sejtek számával, vagy a működéssel fogom tudni megoldani a túlélést. Ez az a kép, ahol Hammer doktor teljesen egyértelművé teszi mindazt, amit orvosok már tanultak embriológiából, hisz mindannyian tudjuk, hogy három csíra lemezből alakul ki minden sejtünk, minden szövetünk, mint ahogy a magból is kinő a növény,
És minthogy a magot se fogjuk megtalálni a növény kialakulása után, ugyanígy a csirralemezeket se fogjuk megtalálni bennünk, hiszen ebből lett minden sejtünk. Sárga, narancs és piros színek jelzik a három csirralemezt, a belső csirralemez, vagy endoderma, entoterma, a középső csirralemez, mezoderma, és az ektoderma, külső csirralemez színe. Az agyi központok is a kép jobb oldalán ábrázolva vannak. Láthatjuk, hogy az agytörzs az, ami az endodermából származó sejtjeinket irányítja. Ezek a sejtek mindig a falat konfliktussal vannak elfoglalva. Természetes itt a tápcsatornát rajzolta be Hámer doktor, mert a falatról mindenkinek először a táplálék jut eszébe, de nem csak a táplálék falatról van szó, hanem ha belegondolunk abba, hogy mire van szükségünk, ha kilőnek minket a világűrbe, akkor oda nem csak ételt kell vigyünk magunkkal, hanem vizet és levegőt is, tehát a levegőfalat és vízfalat megoldása is az agytörzs feladata. Konfliktus aktív fázisban mindig szaporítjuk a sejteket, a megoldásban lebontjuk a felesleges sejteket gyulladásos folyamatok kíséretében. Még ide tartozik a hang és a fényfalat megoldása is, az írisszel, szivárványhártyával, illetve a középfül segítségével a hangfalatnak a megszerzése. A mezoderma, középső csirralemez sejtjeit két idegi központ irányítja, az egyik a kisagy, a másik, amit felette látunk, a narancssárga kifli alakú idegi központ, azaz a fehér állományban található relék idegi maga. Kezdjük a kisaggyal. Ez nem csak a finom mozgásokat fogja rendbehozni a szervezetünkbe, ugye tudjuk, hogy a kisagynak köszönhető, hogy kézimunkálni tudunk, hogy hangszeren tudunk játszani, és finom mozdulatokat tudunk végezni. Tehát a kisagynak nem csak ez az egyetlen szerepe van, hanem a mezoderma régi sejtjeit is irányítja. Az ősi mezoderma sejtjei a támadás, bemocskoltság, gondozási konfliktus során fognak konfliktus aktív szakaszban felszaporodni, megoldásban lebomlani. Ide tartozik az írha és függelékei, tehát verejtékmirigy, fagyúmirigy, ide tartozik az emlőmirigy, ami valójában egy módosult verejtékmirigy, gondozási konfliktus során adenokarcinómát fogunk növeszteni, és ide tartoznak a burkok, a hashártya, a mellhártya, a szívburok, amelyek szintén támadási konfliktusra fognak fölszaporodni, de ne feledjük, hogy az agyunk nem tesz különbséget valóságállom és illúzió között, tehát a félelem a támadástól is már beindítja adott helyen, pontosan adott helyen a sejteknek a túlszaporodását. Megoldásban lebontjuk a felesleges sejteket, természetesen gyulladásos folyamatok kíséretében. A fehér állományban található idegi központok relék azok, amelyek a mozgással kapcsolatos szöveteinket irányítják. Nos, ugye a mozdulat elvégzéséhez szükség van a következő szövetekre. Csontszövet, a csontokat összekötő ízületre, a harmadik az izomszövet, ami elvégzi a mozdulatot, az izmokat ellátó erekre, osztó, gyűjtő, nyirokér, és a zsírszövet, ami a plusz energiát tárolja számunkra, illetve a kötőszöveti sejtek, a lágy részeknek a sejtjei is ide tartoznak. Nos, itt mindig az önleértékelés az, ami elindítja a sejtekben, az felsorolt sejtekben a sejteknek a sorvadását, fogyását, eltűnését, és a megoldási szakaszban gyulladásos folyamatok kíséretében fogjuk ezeket visszaépíteni. És ugye megemlítettem itt a csontszövet után a porcokat. Nyilván a szalagok is ide tartoznak, az ízületi szalagok, tokok és egyebek. Az önleértékelés, tehát önpusztítás,
és a biológiai értelem itt a program végén mutatkozik meg, mert pont azért bontunk le valamit, mert önleértékelés miatt történik, de ha megoldottuk az önleértékeléssel kapcsolatos érzéseinket, helyre tettük, akkor erősebb lesz, amit visszaépítettünk, mint amilyen volt. Ne feledjük, hogyha a biológiailag gondolkodunk, és mondjuk a vadállatok életére gondolunk, számukra a mozgatórendszer, idézőjelben a futómű, egy életfontos része a testüknek. Akár az áldozatnak, hogy el tudjon futni, akár a ragadozónak, hogy utol tudja érni. Amelyik nem tud elfutni, vagy nem elég gyors, hogy utolérje a táplálékot, az éhen hal, tehát, vagy éppenséggel elkapják. Tehát itt egy nagyon komoly dologról van szó, és ezért a biológiai értelem az, hogy erősebb kell legyen az, amit lebontottam, mint amilyen volt. Az ektoderma a külső csíralemeznek a sejtjeit az agykéreg irányítja. Ide tartoznak az elválasztási konfliktusok, amint ezt a pirossal jelzett baba jelzi, és az elválasztás során konfliktus aktív szakaszban szintén szöveteket, tehát a bőrnek a külső részét, az ektodermális külső több rétegű elszorosodott labhámját bontjuk, érzéketlenné tesszük, hűvös lesz, neurodermitis. Majd a megoldásban visszaépítjük azt, amit lebontottuk a konfliktus aktív szakaszban. Tehát ez az elválasztási konfliktus agykéreg vezérli. Agykéreg vezérli a mozgással kapcsolatos konfliktusainkat is, mert a mozgatás innen az agykéregből indul. A mozgatás szándéka ugye a mozgatóközpontból, az izmokat viszont a fehér állományú központok látják el, hogy tudjanak működni. Tehát a táplálás narancssárga, a mozgatás piros mezős. Az agykéreg tartalmazza a birtok zónákat, a birtok konfliktusok megoldása is az agykéreghez tartozik, valamint a szemből és hátból jövő támadások, vagyis jövőtől és múltól való félelmek megoldása is az összes érzékszervnek az információja a kéri központba fut. A negyedik biológiai természettörvény arról szól, hogy a bennünk lakó gombák, baktériumok és vírusok, azok mind a mi barát a feladatuk, hogy segítsék a biológiai programot a szervezetünkben véghez vinni. Mindig elmondom, hogy a kidőlt fákat az erdőkben, ugye a gombák bontják le, és az entodermához tartozó szöveteinket is, a felesleges, a túlzásba felszaporított sejteket a gombák segítségével fogjuk lebontani. Persze a program végére a feles mennyiségben termelt gombákat agyi parancsra leépítjük, és megmaradnak azok, és olyan számban, amennyire szükségünk van rá. Ha pedig a gombák elszaporodnak, akkor nyilván, hogy egy függő gyógyulásról van szó, és ők csak tennék a dolgukat, lásd, amikor fehérfolyásról beszélünk, vagy bármilyen gombás megbetegedésről. A baktériumok láthatjuk, hogy a mezoderma szöveteihez kötődve fejti ki hatásukat, fognak segíteni a mikobaktériumok abban, hogy lebontsák az írha és függelékeinek, valamint a burkoknak a felesleges sejtjeit, lásd, gennyes mellhártya gyulladás, vagy az emlőtumornak a gennyes szétbontása, és ugyanakkor a mozgással kapcsolatos szöveteinknél a baktériumok segíteni fognak abban, hogy gyulladás kíséretében visszaépítse a szervezetünk mindazt, amit addig lesorvasztott. Az ektodermához tartozó szerveinknél pedig a lényeg az, hogy a vírusok segítenek a visszaépítésbe, itt is, ha elakad a program, vagyis függőgyógyulás van,
akkor nagyobb mennyiségben fogjuk őket kimutatni, lásd a humán papilloma vírusnak a jelenlétét, vagy éppenséggel az epeutakból a hepatitis vírusnak valamelyik fajtáját. Tehát ezek a bennünk élő mikroorganizmusokról, mikrosebészekről szól a negyedik biológiai természettörvény, és nem a biológiai fegyverekről. Az ötödik biológiai természettörvény teszi fel a koronát Hammer doktor munkásságára, hisz rámutat, hogy amit eddig betegségnek hittünk, ugye, azok a biológiának az értelmes programjai, csak mivel nem tudtuk eddig, hogy miről szólnak, és mi az elakadásnak az oka, ezért lettek ők krónikusak. A nem istenverése, hogy azt már a kezdetben is említettük, hanem pontosan arról szól a tudományos táblázat, hogy rámutat arra, hogy mit kell megoldanunk ahhoz, hogy a biológiánk egészségben éljen. És ha megtanuljuk a konfliktusainkat időben felfogni, megoldani, elengedni érzelmileg, akkor ezek a programok nem fognak elindulni, vagy igazán rövid ideig, néhány napig fognak futni, és gyakorlatilag teljes gyógyulással fejeződnek be. A betegség idézőjelbe tétele nagyon is indokolt, hisz már mondtam, hogy akkor megyünk orvoshoz, amikor valójában a gyógyulási szakaszban vagyunk. És ez a fájdalom az esetek 90-95%-ában mindig a megoldási szakaszban jelentkezik. Vannak olyan programok, ahol a fájdalom konfliktus aktív szakaszban jelentkezik. Ez egy külön történet. Itt most ízületekről lévén szó, még egyszer elmondom, ha ízületi fájdalom van, az azt jelenti, hogy gyógyulási szakaszban vagyok. Mindennek a célja a túlélés és a faj fenntartása. A germán gyógytudomány alapa megértéshez, amint mindig elmondom, a germán gyógytudományban nem a nemektől, a kortól, etnikai hovatartozástól és családi állapottól vagy dohányzástól függnek a betegségek, az ízületi fájás sem a testtömegindextől függ, hanem a fel nem oldott érzelmi programoktól függ. Ez a lényeg, amikor megoldjuk az érzelmi megrázkódtatást, amikor a DHS-t megtaláljuk és megoldjuk, akkor gyakorlatilag lezáródik a program. Na most a betegségnek nevezett szenvedésnek a hossza attól függ, hogy milyen hosszú volt a konfliktus aktív szakasz, ezért kell megtanulnunk a konfliktusainkat megfelelően kezelni. És hogyha érzelmileg megoldottuk, akkor már a sínek nem fognak hatni ránk. Ha pedig függő gyógyulásban vagy policiklikus lefolyásban lesz a program, akkor az különböző klinikai lefolyásokat fog adni, ezeket az akadémikus medicinában nevezhetjük mindenféle elnevezésekkel, de valójában erről van szó. Még az is lényeges dolog, hogy a konfliktusok halmozása megváltoztatja a személyiségünket és a viselkedésünket, hangulati változásokat hoz. Azt sem árt tudni, hogy a fel nem oldott konfliktusok azok, amiknek a feltárásával gyakorlatilag eljutunk a gyógyuláshoz, vagy nem oldjuk fel az okokat, és szenvedhetünk egy életen át tudományosan. Amint említettem, a germán gyógytudomány tudomány, mert reprodukálható, és mindenkinél ugyanúgy zajlik le. Nincs olyan, hogy 20%-nál ilyen lesz, és 80-nál meg olyan. Itt mondjam, az a minden vagy semmi törvénye az, ami uralkodik. Ha a konfliktust valaki megéli, akkor meg fogja csinálni a biológiai választ. Nem kell összekötni az egyik betegséget a másikkal, nincsen egyiknek köze a másikhoz. A kérdés az, hogy mennyire intelligens vagyok,
Minél intelligensebb vagyok, annál tökéletesebben tudom magamat szétszedni. Ezt mindig el szoktam mondani, hogy értsük meg, hogy azért van valakinek annyiféle fajta tünete, mert lehet, hogy egyetlen konfliktushoz van 4-5-6 megélése, de az is lehet, hogy 6 különböző konfliktusa van. Tehát ezt a beteggel való konzultáción lehet tisztázni. Nem statisztikán, nem állatkísérleteken nyugszik a germán gyógytudományban, nem kell állatkísérleteket csinálni. Itt az embriológiát kell megérteni, és az ötbiológiai természettörvényt, ez egyszerű, logikus, mindenki által megérthető, és remélem, hogy sikerül úgy elmondanom egyre többször, hogy mindenki számára ez érthető legyen, és főleg az, hogy az okokkal kell foglalkozni. Az új mezoderma sejtjeiről van szó, és a fehér állomány reléi irányítják, amint azt már a bevezetőben elmondtam. El kell mondanom, hogy a konfliktus tartalma meghatározza azt, hogy hol fogom a szervezetemet pusztítani. Tehát milyen részen a nyakamat, a vállamat, a gerincemet, a csípőmet, a combomat, a térdemet, a lábomat. Itt láthatjuk ezeknek a testtájékoknak, régióknak az idegi központját, hát narancssárgával beszínezve, természetesen ez a CT felvételen a szürkének különböző árnyalatait jelenti. Na most az, hogy adott helyen ez a konfliktus milyen erősen érintett meg engem, meghatározza, hogy az ott levő szövetek melyek lesznek érintettek. Nyilván a legegyszerűbb, vagy a legkönnyebb, a legkevésbé megrázó történet a lágyabb szöveteket fogja érinteni, tehát a zsírszövetet, a kötőszöveteket, az ereket. Aztán a középerősök érintik már az izmokat és a porcokat, és a legerősebb önleértékelés az mindig a csontokat érinti. Az ember tájékán kívül, amit itt láthatunk, itt találhatjuk, még csak megemlítem azért, a nemi szerveknek, illetve a nemi mirigyeknek, a reléit, valamint a jobb és bal szívfélnek a reléit, izom reléit, és a mellékvesek kéregnek jobb és bal oldalt a reléit, valamint természetesen csak jobb oldalt a lépnek a reléjét. Ezek is új mezodermális szervek. Nos, visszatérve az agyi központokra és az önleértékelésre. Azt tudnunk kell, hogy már a narancssárga mezőtől kezdve, vagyis a mezodermától kezdve a kezesség kérdése szóba jön. Tehát ez meg fogja határozni, hogy a tünetek melyik oldalon fognak megjelenni. A kezesség kérdését a taps teszt dönti el, és nem az, hogy ki melyik kezébe tartja a kanalat, vagy éppenséggel a tollat. Nyilvánvaló, aki balkézzel ír, az természetesen balkezes, de nagyon sok rejtett balkezes ember él a Földön, akik biológiai balkezesnek születtek, de hát valamilyen oknál fogva mégis jobb kézzel kezdtek el írni. Az ilyen emberek a balkezüket nagyon ügyesen tudják használni. A jobbkezesek a balkezükkel nem tudnak szöget bejutni a falba. A balkezüket mondjam azt, hogy megtámasztásra használják, valaminek a rögzítésére. De az ügyes, a finom, az apró dolgokat mindig jobb kézzel tudják elvégezni. Nos, a következő a helyzet a tünetek megjelenését illetően. A jobbkezesnek jobb oldalt, a balkezesnek bal oldalt van a világ, amit partner oldalnak nevez Hammer doktor. Tehát mindenki, kivéve az anyját, a gyerekét és önmagát. Az anya gyerek az a jobbkezesnek baloldali tüneteket, balkezesnek jobboldali tüneteket fog okozni, vagyis a hozzá kötődő önleértékelés,
az adott oldalon fog megjelenni. Ne feledjük, hogy a biológiánál nem a genetikai származás számít, hanem az, hogy kit szeretek úgy, mintha az anyám vagy a gyermekem lenne. Mert egy leasingel gyereket, akit az árvaházból kiveszünk, vagy valamilyen oknál fogva mi nevelünk fel, szerethetünk olyannyira, mintha sajátunk lenne, és akkor jobbkezesként a vele kapcsolatos önleértékelési programok baloldali tüneteket fognak okozni, a balkezesnek pedig jobboldalit. Ezt azért tisztázzuk, mert innentől már tudni fogjuk, hogy adott oldali tünet kire vonatkozik. Nyilván, ha valakinek mindkét oldalon, ugyanabban az ízületben gyulladásos tünetei vannak, akkor itt egy olyan alaptulajdonságról kell beszéljünk, ami meghatározza az ő gondolkodását. És ha valaki mind az anyagyerek, mind pedig a partner oldalon elszenved egy önleértékelési konfliktust, hát ugye ez azt jelenteni, hogy kétszeres öngól, a biológia ezt nem engedi, hogy megtörténjen. Ilyenkor van az, hogy lesz egy konstellált állapot. Vagyis ha bal oldalt is, meg jobb oldalt is érintett lesz egy adott ízületnek a programja, konfliktus aktív fázisban van mind a kettő, akkor ez azt jelenti, hogy megalomán lelki állapot jön létre, és ez a megalomán lelki állapot fogja őt megakadályozni abban, hogy mindkét oldalt teljesen totálisan leépítse. Ilyenkor tehát megváltozik a betegnek a viselkedése. Mit jelent ez, hogy megalomán viselkedés? Hát én szerintem, ha ezt elmondjuk, mindenki rájön, hogy a családjában van legalább egy-két ilyen ember. Így van, a megalomán ember az, aki kicsit túloz. Nem kicsit, hanem mindent nagyon eltúloz. Ez az a ezermester, aki mindenhez esért, mint ahogy a Székely bácsi. A Székely ezermester mondja, hogy mindenhez esért. Vannak ilyen viccek az interneten, az egyik akcióhős róvására megy ez a hűlés, hogy az összes fekvőtámaszt meg tudja igen, csinálni a világon, és igen. Mindent szuperlatívuszokban ért. De ő az, aki mindig elmondja azt, hogy a többiek miért nem csinálják jól neki, mindig van egy fantasztikus ötlete, hogy hogy lehetne még jobban, vagy a többiek hol hibáznak. Ő az az ember, aki mindenbe bele tud fogni egyszerre, aztán persze semmit nem fejez be. De valójában semmihez sem ért, valójában, csak a szája nagy. Igen, valójában csak úgy tesz, mintha. És az a gond ezzel a személyiség típussal, mert azt hiszem, hogy ez bátran ki lehet most már személyiségnek nevezni, hogy ő nincs annak azzal tisztában, hogy ő most torzít, hogy ő most felnagyítja saját érdemeit. Tehát ő nem szándékosan tetteti a nagyot, vagy nem, mondjam azt a csúnya szót, hogy nem szándékosan hazudik, vagy tódít, lódít, hanem ő el is hiszi magáról azt, hogy ő a legfantasztikusabb családapa, ő a legfantasztikusabb férj, ő a legfantasztikusabb kőműves, ő ért mindenhez, ő tudja a világ dolgainak az irányítását, mindenhez hozzászól, a szüleinek ő a legügyesebb gyereke, a többiek nem érnek semmit, ő az, aki folyamatosan olyan dolgokat állít magáról, ami valósággal gyakran köszönő viszonyban sincs. És milyen külsőleges jegyei vannak egy ilyen viselkedésű embernek? Távol álljon tőlünk a ránézésre való kategorizálás. Nyilván ez megjelenik a viselkedési mintákban, a gesztikulációban, az öltözködésben, a kiegészítők használatában. Talán viccesen meg lehet ezt jegyezni úgy, hogy a legfeltűnőbb, a legharsogóbb színeket, méreteket használják, akár az ékszereknél. Gondoljunk csak azokra a köldökigérő óriás keresztekre, amelyeket vastagláncokon hordanak, aminek vastagsága inkább a pórászhoz hasonlít, mint az ékszerhez.
azok a nagyon feltűnő, nagyon kirívó, bocsánat, ha szabad egy régi kifejezéssel élnem, a nagyon rongyrázó helyzetek, amikor próbálják azt a látszatot fenntartani emberek, hogy ez nekik a sajátjuk. Ezek voltak például a gentrik is, hogy a szépirodalomban is egy kicsit elmélyedjünk, akik azt mutatták, hogy ők gazdagok, de közben nem. Ez is egy megalomán konstellációnak volt az egyik védjegye. De abban a pillanatban, amikor mondjuk a gyermekünk elkezd hősködni, akkor ez egy nagy nagy figyelmeztető jel is lehet arra, akár, hogy milyen önleértékelési konfliktusokat élhetett meg az anya-gyerek oldalon, vagyis az édesanyja felé, és az édesapja felé, és nagyon könnyen tudunk megalomán konstellációjú állapotot kialakítani, és ezt szeretném, hogyha ha nagyon odafigyelnénk, kedves hölgyek és urak, hiszen mosolygunk, amikor be tudjuk azonosítani, hogy a negyedikről Feri az biztos megalomán, és azért ekkora nagyképű ember, viszont ha megnézzük a megalomán konstelláció lelki hátterét, akkor valószínű, hogy már nem tudunk nem empatikusan gondolni erre az emberre. De nagyon érdekes, és nagyon, hogy mondjam, nagyon biológiai ez az egész, mert hiszen a megalomán konstelláció kialakulásával leáll a szövetek további pusztítása, és megakadályozza abban a mindkét oldalt elszenvedett önleértékelés az illetőt, hogy teljesen lebontsa magát és tönkre tegye. Természetesen, ha az egyik oldalhoz kötött önleértékelése megoldódik, akkor és eljut a megoldás végéig természetesen, akkor a megalomán konstelláció is feloldódik, és mondjam úgy, idézőjelbe az illetővel lehet normálisan beszélgetni. Természetes beindulnak az ízületi fájdalmai is, tehát ha egy megalomán ember ízületi fájdalmakról fog panaszkodni nekünk, akkor tudni fogjuk, hogy az egyik oldali hát önleértékelését megoldotta. Na de ha viszont így ki is került a konstellált állapotból? És kikerült a konstellált állapotból. Pont az jelzi, hogy kikerült a konstellált állapotból. Na de ha a megoldásokról beszélünk, akkor ugye nem győzöm hangsúlyozni, hogy érzelmi megoldásról van szó. Most természetes, ha valaki az anyja által, és még valaki által került önleértékelésbe, de az anyját, hát mondjam úgy, az illető eltemeti, akkor a vele kapcsolatos önleértékelése feloldódhat. Nem biztos, hogy ő feloldja, de van egy lehetőség arra, hogy ezt a konfliktusát feloldja az illető. Tehát ez jelenti a megoldást, mert akkor bizony a programot le fogjuk zárni. És mint mondtam, a fel nem oldott konfliktus ízületi kopáshoz vezet, csonta csonttal érintkezik. Ha pedig visszatérő fájdalomról van szó, akkor policiklikus a lefolyás, ha pedig folyamatos, akkor függőgyógyulásról beszélünk. Na de ugye hallottunk már a My Student and Mehen című könyvről, arról a dalocskáról, amit Hammer doktor 20 éves házassági évfordulójára a feleségének írt, az én kis diáklánykámnak, ugye, diákszerelem volt az övék a javából, és ebben az előadásban, csak röviden utalok rá, mindenki megnézheti, kint van a weblapon, arról van szó, hogy a My Student and Mehen az elakadt megoldási fázist gyakorlatilag áttolja, amint látjuk ezen a képen. Tehát a gyulladásos, exudatív tüneteket átolja a hegesedési fázisba, és optimalizálja a program kifutását. És nyilván itten a dalocskát éjjel-nappal hallgatni kell hozzá, mert ne feledjük, hogy álmunkban újra meg újra álmodunk dolgokat, mondtam, az agyunk nem tesz különbséget valóság, álom és illúzió közt, és az álombeli recidivákat megakadályozza a dalocska, viszont az optikai sínt nem tudja kivédeni. Tehát ezért van az, hogy a dalocska helyettünk a konfliktust nem fogja megoldani, de ha megoldottuk,
a konfliktust és hallgatjuk a dalocskát, akkor optimalizálni tudjuk a gyulladásos tüneteknek a fennállását. Nos, az új mezoderma esetén, mint mondtam, a biológiai értelem a program végén érvényesül, és ennek az a lényege, hogy erősebbek lesznek a szövetek, mint azelőtt voltak. A fájdalom tehát mindig a megoldási szakaszban indul be, és azt szolgálja, hogy az egyén legyen szíves nyugalomban maradni és megvárni, míg a biológiája visszaépíti mindazt, amit ő lebontott. Ha csontokról beszélünk, akkor a csonthártya a feszülése okozza a fájdalmat, a porszöveteknél viszont a porszövetnek a folyadékkal való hát duzzanata, gyulladása lesz az, ami ezt okozza. Nyilván ez a gyulladás nem csak a porcra, hanem a környező szövetekre is kiterjedhet, és ha izmokról van szó, ott is az izomtömeg vissza fog nőni, illetve újra kábeleződnek az izmok, és ez izomrángásokat fog okozni. Az is egy nagyon lényeges kérdés, hogy ezt az egész történetet ne magányosan éljük meg, és ne a létezés konfliktusába. Ezt folyamatosan ki kell emelnünk, mert ez lesz az, ami a fejfájást megtízszerezi. Itten egy kérgi koponya metszetet láttunk már, mint CT felvételt, de azért hoztam, hogy bemutassam, hogy ez, ami itt van, ez egy hatalmas ödéma. Tehát van egy megoldásban lévő góc, meg még egy, de körülötte ez a perifokális ödéma, ez a nagy mennyiségű víz, ez, amit látjuk, még áttolja a felező vonalat, hogy így mondjam, a jobb oldalra. Tehát nincs elképzelésünk arról, hogy mekkora fejfájást okozhat egy ilyen őrületes vízgyülem, hiszen a koponya csontok ugye nem tágulnak. A fokozódó ízületi fájdalom és az egyre növekvő ízület, fájdalmas és duzzadt ízület is erről szól, és a köszvény pedig nem létezhet magányosság és létezés konfliktus nélkül. Tehát ha én nekem van egy olyan megélésem, amit nincs kivel megbeszélnem, és ez vonatkozhat akár én rám. Képtelen vagyok kilépni egy olyan élethelyzetből, én képtelen vagyok kilépni, ez már ugye nem egy pozitív hozzáállás, ez egy jó leértékelés, képtelen vagyok kilépni egy olyan helyzetből, amiben éppen vagyok. Akkor mivel a lépés, az állás, a megállás, a kiállás a nagylábújamhoz, annak alapizületéhez kötött, a sarkomhoz és a kislábújam alapizületéhez, ne csodálkozzon senki, ha a nagylábújának az alapizülete be fog gyulladni, és mivel magányosan éli meg, fokozott lesz a gyulladás, és ezt köszvénynek fogják nevezni. Azt hiszem, hogy igazából most érthetjük meg azt, hogy azok az orvosi, akadémikus orvosi statisztikák, amelyek bizonyos életkorhoz kötnek bizonyos betegségeket, azok nem az életkor miatt lépnek fel, mert akkor minden azonos korúnak ugyanezzel a betegséggel Igen. kellene rendelkeznie, hanem élethelyzet adta betegségekről beszélhetünk. Gondoljunk Igen. csak egy nyugdíjas emberre, aki egész életét végig dolgozta, hogy valamilyen egzisztenciát tudjon magának Igen. fenntartani. Ez alatt nem kell óriási nagy palotákat érteni, viszont arra nevelt, erre a küzdésre nevelt a gyermekeit, akik történetesen az aktuális elképzelések bennem teljesülése miatt más településen, városban vagy országban kerestek maguknak megélhetést. Angliában. Ne legyünk ennyire pesszimisták, én hiszem azt, hogy a saját hazánkban is legalább olyan jól tudunk boldogulni, mint külföldön. Ezzel én is egyetértek. És azt is látom, hogy a saját kistérségünkben is tudunk annyira boldogulni, mint egy nagyvárosban, tehát ez is még, így van. Még csak nagyon el se kell menni.
De ez az úriember, akiről az előbb beszéltem, végigküzdött az életét, hogy a gyerekeinek több legyen, mint neki, ugye ebben már benne van az önleértékelés csírája is, hogy hát ha nekem nehéz volt, és nem voltam elég ügyes, majd legalább a gyerekem. És aztán ezt a napi küzdelmeit meg nem is tudja kinek elmondani, hiszen a beszélgetés során nem a saját problémáival próbálja terhelni a gyerekeit, unokáit, hanem próbálna ő segíteni, de erre is képtelen, és a problémáit teljes elszigetelésben, magányosságban éli meg. Előfordulhat a létkonfliktus is, amikor hát bármi történhet itt velem, nagyon sok idős ember mondja, hogy hát majd csak akkor fogják rám törni az ajtót, hogyha már Igen. érzik azt, Igen. hogy a testem oszlik. Hány és hány embernek van ilyen jellegű félelme, hogy bármi történhet velem, nem lesz itt senki, aki segítene, akár meg is halhatok Igen. ebben az állapotban. Most, ha egy önleértékelési konfliktus, amiről az előbb említetted, akkor ez, hogy a megoldási szakaszban fájdalommal jár, Igen. ez is okozhat létkonfliktust is, hiszen ha nem tudok főzni magamnak, nem tudom ellátni magamat, Már ez egy létezési akkor konfliktus. ez a létezésemet veszélyezteti. És ez tízszeresére fokozza a fájdalmat. Tehát Ráadásul ettől még magányosabb vagyok, hiszen úgy, ahogy nekem fáj, nem fáj senkinek. Így van. Ezzel teljesen egyetértünk, és azért hoztam be ezt a képet, még egyszer mondom, hogy a fokozódó fejfájásnak megértsük az okát. Nos, akkor eljutottunk oda, hogy részletezzük, ami mindenkit érdekel, hogy milyen ízület, végtag, felső és alsó végtag ízület, milyen lelki megélés, fel nem oldása miatt indul konfliktus aktív szakaszban bontásnak, majd megoldási szakaszban a visszaépítéskor gyulladásba. Kezdem a váll ízülettel, és hát vannak, akik a magyar nyelvből vonatkoztatnak és beszélnek dolgokról, hogy minek mi az oka, de el kell mondjam, hogy a vállízülettel kapcsolatosan itt nem feltétlenül a vállalásról van szó, hanem arról a történetről, hogy én igazságtalan voltam valakihez. Tehát amikor mondhatnám azt is, hogy szinte legyen ez a lelkiismereti kérdés, hogy mondjuk, hát mégse kellett volna beszóljak, és azt mondjam, amit mondtam. Tehát ez a fajta megélés, ez lelkiismeret furdalást jelent természetesen. Nem voltam fair valakivel szemben, igen, ezt nem jelenti? Voltam fair valakivel szemben, és ez lesz az, ami azt a vállunknak a megfelelő részét le fogja bontani. A felkar fejoszteolízisnél azt írja Hammer doktor, hogy szó szerint, hogy idézem, hogy hát anyával vagy gyermekkel, illetve apával kapcsolatos önleértékelés, hogy az egyiket előnyben részesítettem a másikkal szemben. Na most ez, és ezért a szemrehányása a gyereknek jogos. De ugyanígy lehet az, hogy a munkatársammal kapcsolatosan nem voltam igazságos. Tehát ez az, ami az igazságossághoz minimálisan így hozzáköthető, de nem az én igazságomról van szó, hanem a másik embernek az igazságáról. Ő hozzá nem voltam igazságos, hozzá nem voltam fair, és ezért furdal a lelkiismeret, nyilván, hogy jobb kezesnek jobb oldal partner oldal, bal kéz pedig anya gyerek oldal. Hadd jelenítsen meg újra a naív, laikus közönséget. Használtál egy olyan szót, amit igen. Szeretném, ha lefordítanád. Jó. Mit értünk Figyelj. Az oszteolízis szó alatt? Igen, oszteolízis csontbontást jelent a legsúlyosabb esetben, nyilván. Ilyenkor a felkar csontnak a fejét fogjuk bontani.
Enyhébb esetben nyilván, hogy az ízületi porcot fogjuk lebontani, meg a szallagokat, amik rögzítik a válizületet, és ezeknek a megoldási szakaszában jönnek a válizületi gyulladások, aztán az epileptoid krízisben az izmoknak a görcsös állapota miatt úgymond befagy a válunk, tehát meg sem bírjuk mozdítani, de tudunk ordítani a fájdalomtól, és utána ez az egész kienged. Hát ilyenkor szokták ugye beszurkálni szteroid injekcióval a válizületet. Ez fantasztikus, csodálatos, ugye, mert hormonálisan már is átraktuk vissza a konfliktus aktív fázisba az illetőt, és gyakorlatilag a gerincünkön kívül minden más ízületünket nagyon jól tudnánk jegelni, hűteni, csak hihetetlennek tűnik, hogy veszünk gyorsan valahol készen kapható jeget, berakjuk zacskóba, odarakom a megfelelő helyre, és lásd csodát, a fájdalom csillapodik. De Karesz, azt mondod, hogy gyakorlatilag a megoldási szakaszban jelentkezik a fájdalom, és ezt állítjuk le szteroidokkal. Mi történik ezzel a konfliktussal azután? Ugyanúgy meg kell oldani, mint... Hát természetesen, hát meg kell oldani a konfliktust, vagy újra jelentkezik minden. Tehát el kell dönteni, hogy változtatok-e a kommunikációmon, változtatok-e a többi emberhez való viszonyomon, vagy nem. Na most, ha én ezt az igazságtalanságot, mind az anya-gyerek, mind pedig a partner oldalon már megéltem, akkor mi lesz a következmény? Megalomán konstelláció, és én azt fogom harsogni, hogy én vagyok a legjobb férje a világon, és én vagyok anyámnak a legcsodálatosabb gyermeke, és még egy olyan szakember nincs a vállalatnál, mint én, és hadd nem mondjam a többit. Senki nem tud semmit, csak én. Igen, igen. Ahogy a szakmát, azt kérem szépen, azt senki nem tudja úgy, mint én, és stb. Tehát ezek azok a megalomán kijelentések, amelyek azért szerintem mindenki számára valahonnan most beestek, hogy áhá, ja, szóval akkor a illető, akkor ez megalomán. Nem azért olyan, mert ő olyan szeretne lenni, hanem azért olyan, mert csak így tudja elviselni és túlélni a mindkét oldalon elszenvedett önleértékelést. Menjünk tovább a könyökizülethez, ami arra jelentkezik, egy olyan önleértékelésről szól, hogy nem vagyunk képesek karjainkban tartani egy embert. Na most ez a karjainkban tartani egy embert, ez gyakorlatilag az általános megfogalmazás, és hogyha a könyökömnek a bal, vagy akarom mondani, a belső bütykét nézem, ugye, akkor ha ott gyullad be, azt mindig golfkönyöknek fogjuk nevezni. Ez arról szól, hogy a belső részével, a karommal mit csinálok? Ölelek. És ha képtelen vagyok megölelni a gyermekem, a szerelmem, az anyámat, vagy valakit, akit szeretnék, akkor nyilván, hogy a megfelelő oldali belső bütyköt le fogom bontani, és visszaépítéskor jelentkezik az epicondylitis medialis humeri, vagyis a felkarcsont belső bütykének a gyulladása, valójában ízületi gyulladásról van szó. A külső epicondylitis, a külső bütyöknek a gyulladása az azt jelenti, hogy tenisz könyöknek fogjuk nevezni, és ez viszont a külső könyökkel mit akarunk? Hát nézzük már meg a rögbisek, mit csinálnak a külső könyökükkel, meg a hokisok. Nem, hát azzal ütik ki a konkurenciát, vagy a... Láttam én már ilyet, sorbaállás. Sorbaállás. Tehát a külső könyökünket arra használjuk, hogy helyet csináljunk magunknak, hogy félrelökjük azt, aki utunkban áll. De ha én képtelen vagyok kiütni a, mit tudom én, a horizonton feltűnt konkurenciát, vagy azt a csinos hölgyet, aki olyan szépen néz a férjemre, de képtelen vagyok onnan kijutni, akkor nyilván, hogy konfliktus aktív fázisban a könyöknek a külső részét fogom bontani, és a belső, és a megoldáskor jön az úgynevezett teniszkönyök. Szoktuk ezt is mondani, hogy kikönyökölte magának a jó állást, a
az előléptetést, és így Persze. tovább, akkor gyakorlatilag erről van szó, hogy mindenkit a könyökével, a felkarjával Félelem. maga mögé utasított Így azért a van. helyzetért. Így van. Ha ez önleértékelésként működött nálad, Kép képtelen vagyok, vagyok, akkor a megoldásban jön akkor a fog fájdalom. fájni. Igen. Tehát ha ez volt az első megélése. És lehet, hogy képtelen volt, de úgy alakult a vállalatnál a helyzet, hogy egyszer csak ő lett az. És Igen. akkor ebben a helyzetben megjön a könyök fájdalom, és nem azért, mert olyan sokat írt, vagy mert olyan sokat ütött el a billentyűt a számítógépen, vagy mert a tízes kulcsot egész nap használta, nem erről van szó, hanem ez egy biológiai program. Nos, a csukló ízületünkre mit szoktunk mi gyakorlatilag asszociálni? Mihez kell az erős csukló? Hát a karbantartáshoz, a dolgok megfogásához, Hogy meghozdításához, erősen a fenntartáshoz. kezembe tartsam, ahogy anyám mondta, a gyeplőt. Ugye? Erős csuklóval lehet szorosan megtartani azokat a dolgokat. Na most hát akinek 5 gyereke van, és ezeket össze kell tartani, azért oda erős csukló kell. Ugyanígy, ha valakinek 100 embert kell a munkahelyén igazgatni oda, és erős kézzel kell ezeket a dolgokat megcsinálni, és nyilván, hogy a csukló ízületemet fogom lebontani, ha úgy élem meg, hogy képtelen vagyok ezeket egybetartani, irányítani. Ez nem okoz semmi tünetet, mert a csukló ízületet körbevevő szalag, ugye, az elkezd sorvadni, de megoldáskor visszaépül. És ugye akárhányszor újra csinálom ezt a programot, mindig lebontok és visszaépítek. Lebontok és visszaépítek. És mindig többet építek vissza, mint amennyit lebontottam, tehát egyre szorosabb lesz ez a csuklópánt. Képzeljük el azt a csuklószorítót, ami a teniszezőnek a csuklóján van, ugye? És hát a szorult helyzetbe kerül a csukló alagút, a karpális alagútban az ott futó ideg. Van 3 idegünk, ugye a radiális, mediális és ulnáris, vagy magyarra fordítva az orsócsonti, a síkcsont és a középső ideg, ami ugye a kézujjainak a beidegzését fogja elvégezni, és hát ha ezek szorult helyzetbe kerülnek, akkor zsibbadni fog a kezünk, az ujjbegyünk először, aztán az egész kezünk, és ha az erek is érintettek, hát akkor a keringéssel is lesznek itt problémák. Mert képtelen vagyok szorosan a kezembe tartani az ügyeket. Ez megjelenik számos pincérbetegségnek is nevezzük, hogy a pincérek érzik azt, hogy az egyik csuklójuk az gyengébb, mint a másik. Gyakran étterembe járva láttam azt, hogy ilyen különleges csuklóvédőt hordanak, és amikor alkalom esetén, hogyha a pincér is erre vevő, rá szoktunk kérdezni, hogy ugye önnek nagyon fontos, hogy a dolgait a kezében tartsa. És ilyenkor nagy mosoly és Nézz hirtelen egyet. meglepődés, mert nem gondolják azt, hogy ez a két leves tevő ember pontosan tudja, hogy az ő problémája micsoda. Viszont ez mindig a megoldásban jelentkezik ezek szerint. Amikor már meg tudtam fogni, el tudtam Igen, engedni. jön a gyulladásos visszaépítés, és az fáj. De mi van akkor, ha pont ez okozza az újabb problémámat, hogy na, Hát de már megint nem tudom megfogni, mert fáj a kezem. Már megint a gyógyulás csapdájáról van szó, és pont ezért kell megértenünk a germán gyógytudomány törvényszerűségeit, hogy ki tudjunk lépni a gyógyulás csapdájából. Mert ez utána már valósan egy valaminek a kézben tartását teszi képtelenné. Ugye kezdődött valamilyen munkahelyi ügyjel, átvitt értelemben, de most már a tányérokat se tudom megfogni, Igen. megtartani, és a biológia, mint mondtam, nem tesz különbséget valóságállom és illúzió közt, és a program ugyanaz lesz. De hát mi lenne, ha pihentetnénk ilyenkor a fájdalmas ízületet, és megvárnánk, hogy a biológiánk szebbet, jobbat, erősebbet építsen vissza, mint ami volt. Na de a legbonyolultabb dolgok azok a kezünkhöz kötődnek, hiszen a kezünknek köszönhetjük azt, hogy tudunk zenélni, tudunk kézimunkázni, tudunk dolgozni, tudunk bármit megcsinálni, mert mindent a kezünkkel csináljunk. A kezünkben tartjuk meg a bizonyos dolgokat, és hát hogyha
Egy nagymama képtelen a kezében tartani az unokáját, mert elveszik tőle, mert nem engedik, nincs hozzáférése, csak hétvégénként láthatja. Hát nyilván akkor az kéz ujjainak az ízületeit fogja lebontani hétközben, ez nem fáj. Amikor hétvégén az unoka eljön, és végre megfölelheti, beindul a gyógyulás, és elkezd fájni a keze, és rögtön meg is magyarázza, mert egész héten főztem és takarítottam, hogy hétvégén tudjam megetetni a családomat. Igen. Aztán elmennek a gyerekek, megint konfliktus aktív fázisba kerül, elmúlik a fájdalom, ugye? Aztán hétvégén megint kezdődik, és ez az állandó lebontom, visszaépítem, lebontom, visszaépítem történet a kéz új kis ízületeinek a deformálásához, magyarul elalaktalanodásához vezet, és hát ugye kis ízületi reumának, vagy reumatoid artritisnek fogják nevezni, vagy bárminek. Ezek azok a tipikus tünetek, amelyek mindenkinél ugyanúgy zajlanak le, ugyanarra az érzésre, ugyanazt történik. De mi van, ha nem az unokámat nem tudom megfogni, hanem valami egyéb dolog, ami a kezemhez köthető? Mi jöhet még szóba, hát Karesz? Sok minden, amit a kezemmel elvégzek. Tehát, ha van egy zongorista, például, és az képtelennek érzi magát arra, hogy Chopin első zongora versenyét lejátsza, akkor nyilvánvaló, hogy hogy néz az ujjaira. Ha úgy néz rá, hogy ez nem a megfelelő, nem eléggé ügyesek az ujjai, és ez önleértékeléshez vezet. Természetes, hogy a megoldásban jönnek a gyulladásos tünetek. De ha nem zongorista, hanem mit tudom én, kézi munkázik, vagy legyen ez egy gépíró nő, aki félreüti a billentyűket, ugye? És nyilván az ujjait hibáztatja, hogy mindig félreütök, akkor ő az ujjainak a kis ízületeit fogja a megoldási szakaszban érezni gyulladás közben. Nekem eszembe jutott az egyik ismerősöm, aki egy iskolában titkárnő szerepet töltött be, és addig, ameddig kemény kartonú papírokra kellett írni a történeteket, nagyon szép, hosszú ujjai voltak, és nagyon tetszett, hogy gyönyörű pirosra volt festve a kör, mert ez tinédzserként az ember lányának a szeme megakadt ezen a gyönyörű ápolt kezen. Aztán, amikor a számítógépek betörtek a laboratóriumokba, az iskolák szertáraiba, és lassan már mindent ezen az eszközön kellett vezetni, írni, és hát a hölgy nem igazán volt ebben jártas, akkor gyakran panaszkodott arra, hogy annyira fáj a csuklója és az ujja az egértől és a népeléstől, és nagyon gyakran fájtak a csuklói. Akkor ez az ujjára képtelen vagyok ezt a finom precíziós munkát elvégezni, nem jók a kezeim. Hát igen, ezt is megértem meg, hogy képtelen a kezében tartani a dolgainak az irányítását. Úgyhogy mindig mondom, az érzésnek az erőssége fogja eldönteni, hogy milyen szövetek lesznek érintettek. Mert érintettek lehetnek itten, kérem szépen, izom szövetek is, és akkor ott már mozgásban megnyilvánuló tüneteink lesznek, esetleg Parkinson-kor. Nos, a csípőízület, ugye, az alsó végtagnak az csípőhöz kötődésénél jön létre, és hát a combcsontnak a feje ugye beilleszkedik a csípő ízületnek a vápájába, tehát úgy képzeljünk el, mint egy csészébe beraknánk a féltengelyt, a fiúk ezt jobban értik, hiszen ők tudják, hogy néz ki egy féltengely. Nos, a csípő ízületünknek az a megélés fogja érinteni a csípőízületet, amikor azt élem meg, hogy ezt már nem bírom elviselni. Ha valamit nem bírok elviselni, képtelen vagyok elviselni a szomszédnak a veszekedését, vagy a kedvenc slágerét, amit minden nap bömbölve hallgattat velem, képtelen vagyok elviselni a feleségem vagy az anyám megjegyzéseit, képtelen vagyok elviselni
bármit, amit ugye hát az élet, mondjam úgy, hogy naponta hát elém hoz, ez fogja azt a helyzetet előállítani, hogy elkezdem bontani a csípőizületem. Láttam olyan helyzetet háziorvos koromban, amikor az édesanyja már ágyban fekvő beteg volt, a fiának elkopott az anya gyerek oldali csípőizülete, mankóval járt, mert képtelen volt elviselni az anyjának az ugráltatását. Még mindig az anyu volt az, aki ugráltatta a fiát, aki parancsolt, akinek a kezében volt a karmesteri pálca. A gyerek úgy élte meg, hogy ő ezt már nem bírja elviselni, de ez egy folyamatos történet volt, és ezért elkopott a csípőizülete olyan mértékben, hogy csont a csonttal érintkezett. És a tanfolyamokon mondom el mindig azt a történetet, amikor egy balkezes, sportos, 60 év feletti férfit hoztak el, mert ugye elment az orvosi rendelőbe a csípőizületének, a jobboldali csípőizületének a fájdalmával, és mivel volt azelőtt 15 évvel egy emlődaganata, balkezes férfiről beszélek, ezért a házi orvos átküldte az onkológiára, mert hát az ördög az ugye nem alszik, és rögtön meg is állapították, hogy a balkezes férfinek a jobboldali csípőizületében a jelenlegi problémát a 15 évvel ezelőtt megoperált és kemózott meldaganatnak az áttétje okozza, aminek a megoldása, hogy tőből le kell vágni ennek az embernek a lábát, és ülhet a kerekes székbe, többet nem sportolhat. Nos, ezt az embert egy barátja hozta el egy konzultációra, és meg volt lepve, hogy a jól irányzott kérdésekkel mindig az adott konfliktusra sikerült rákérdezni. Kezdtem azzal, hogy 15 évvel ezelőtt miért aggódott annyira a feleségéért, hiszen balkezesként a bal emlőjében volt a daganat. Nézett nagyot, hogy honnan tudom, mondta, mert hát azért, mert a bal emlőjével volt gond is, ezt operálták és kemozták neki, és természetes beismerte, hogy hát nagyon komoly egészségügyi válságállapot volt, és nagyon szereti a feleségét, és még ez az aggódás volt tehát az, ami elindította nála az emlődaganatot. Mondom, igen, ez volt. És utána rákérdeztem, hogy és mióta fáj balkezesként a jobb csípőizülete, mondta, hogy nyár óta, és akkor azt kérdeztem, hogy és tavasszal milyen vitája volt az édesanyjával, amit nem bírt elviselni, akkor még nagyobb szemet eresztett, mert hát ugye egyértelmű volt, hogy egy olyan megjegyzése volt az anyjának, amit ő úgy élt meg, hogy ezt nem lehet elviselni, természetesen. Tehát mindig a mindenkinek a saját megélése az egyetlen valóság, ezt ne feledjük. És ezek után megnyugtattam, hogy gyakorlatilag már kibékült az anyjával, és ezért gyógyul és fáj az ízülete, nem kell többől levágni a lábát, még kiszámoltuk, hogy meddig kell várnia, még volt körülbelül 3 hónapja, és mondtam, hogy onnantól teljesen meggyógyul, sőt erősebb lesz, mint volt. Tehát ennek az embernek a lába azóta is megvan. És ezek azok a döbbenetes történetek, amelyek nagyon elgondolkodtatják az embert, hogy ha nem tudnánk, hogy hogyan működik valójában a biológiánk, mi mindenre lennénk képesek. Mondom, tudományos alapja van annak, hogy ezek a dolgok miért és hogyan zajlanak le a szervezetünkbe. Számomra ez nem kérdés, ez tény. Amióta ezzel foglalkozom, nap mint nap számomra az élet bizonyítja. Nem kell elhinni, tessenek utána járni, tessenek utána olvasni,
és mindenki meg fog győződni róla, hogy Hammer doktor tudományos táblázata tökéletes. A térdizület adja a testünknek, vagy mondjam azt, a járás közben számunkra a rugalmasságot. És a sportossággal kapcsolatos konfliktusokra utal Hammer doktor, hiszen a legtöbb esetben ugye a fiataloknál és sportolóknál a térdizület attól érintett, hogy egy adott meccset megnyertek, vagy nem nyertek meg, ha nem nyertek meg, akkor elkezdik bontani, amikor meg győzelemre fordul 2 hét múlva, vagy 2 hónapon belül a történet, akkor jön a térdizületnek a begyulladása. De nem csak a sportossággal kapcsolatos önleértékelés fogja lebontani a térdizületet, hiszen a vadállatok tudtommal nem sportolnak, hanem a makacsággal, tehát a rugalmatlanság, ha ez adja a rugalmasságát a járásomnak, akkor átvitt értelemben, ha én rugalmatlan vagyok, vagyis magyarul makacs vagyok, akkor is a térdizületemet fogom lebontani. A makacságomnak az erőssége eldönti, hogy a porcot, vagy éppen csak a tokot bontom le, és a visszaépítésben jön a gyulladás, a fájdalom, esetleg úgynevezett Baker ciszta, ami a térdizületben kialakul, és ha még ezt magányosan is élem meg, szegényén egyedül, akkor a nadrágot se fogom tudni ráhúzni a térdemre. Ilyen történeteink is vannak jócskán, és ahányszor csak megkérdeztem tanfolyamokon, hogy ki az, akinek fáj a térde? Igen, mondom, és gondolkodjon el azon, hogy mihez ragaszkodik olyan nagyon makacsul, és hát akkor elmosolyogták magukat, mert ez a makacság, ez lebontja, visszaépíti a térdizületet, és persze ebből lesz az artrózis, vagyis az izület elalaktalanodása. Amíg gyulladás van, addig artritis, amikor már átszerveződött a porcszövet, mert annyiszor játszottam le ugyanazt a történetet, mert ez az én alaptulajdonságom, hogy makacsul ragaszkodom az igazságomhoz, az nagyon jó, mert akkor nem csak a térdem, hanem a nyakam is fáj. Szóval akkor ezek azok a dolgok, amelyek ezeket a változásokat a térdizületben elindítják. A boka izület az biztosítja a talpunknak, ugye, hát az elszakadását, az elrugaszkodását a talajtól. Mert ez az izület, ugye, hát megengedi, hogy a lábfej gyakorlatilag kiegyenesedjen. Ugye van a felfelé, és van a lefelé való mozgatása. Nem akarok szándékosan szakszavakat használni, megpróbálok úgy fogalmazni, hogy lehetőleg érthető legyek, de Réka itt az én cenzorom, és ha valami érthetetlen, akkor jelzi. Szóval a boka izület, a ugró izületem az, ami ha képtelen vagyok kiugrani egy adott helyzetből, akkor azt le fogom bontani, és amikor megoldottam ezt a helyzetet, akkor képes leszek ezt az egészet visszaépíteni. Ha hosszú ideig tart az önleértékelés, elvezethet az ugrócsont eltűnéséhez is. És a röntgenen ugye, hát kivonódik belőle a méz, és aszeptikus nekrózisnak, szüdegszindrómának, bárminek nevezhetik. Itt csak azt jelenti, hogy konfliktus aktív fázisban van még az azonos oldalú ugró csontom, ugró ízületem. Tehát milyen érdekes, hogy csak az egyik oldalon van, és a másikon meg nincs. Igen, és csak egyetlen egy csontból vonódik ki ez az úgynevezett kálcium, és miért pont attól, de itt azért felmerülnek olyan kérdések is, hogy miért csak az egyik lábon, miért akkor, miért csak annál az egy csontnál, miért nem tűnik el a kálcium az egész szervezetből. Igen, miért csak pontot? Tehát itt, igen, itt van a konkrét válasz rá, mert képtelen voltam kiugrani egy adott helyzetből. Na most a lábnak, amit már említettem az előbb, ugye 3 pontja van, ami a talajon megtámaszkodik, a sarkunk,
a nagylábújunknak az alapízlete és a kislábújnak az alapízlete. E három pont az, ami megadja a stabilitását a talajfogásnak, hogy így mondjam. Amikor a két lábon való megállással, a kiállással kapcsolatos önleértékeléseket fogom megélni, akkor az adott ízületek lesznek érintettek, és mint említettem, ugye a lépésnél a nagylábúj alapízülete az, ami behajlik, és ha én képtelen vagyok tovább lépni egy adott helyzetből, nem kiugrani, tovább lépni, odébb állni, akkor ez a történet az anyagyerek vagy partner oldali öregúj alapízületét fogja lebontani, megoldáskor visszaépíteni, és mint mondtam, ha magányosan élem meg a dolgot, akkor nagyobb mennyiségű víz áramlik idebe, és közfénynek fogjuk nevezni. Felhívnám a figyelmet, hogy a közfény tehát nem csak a klasszikusan leírt nagy lábúj alapízületénél jelentkezhet, jelentkezhet a csuklónál is. Én a praxisomban láttam csuklónál, könyöknél és nagylábújnál jelentkező tipikus közvényes rohamnak megfelelő tüneteket. És az érdekesség az volt, hogy a három esetből kettőnél a húgsav szint, mondjam azt, hogy a normális értéknek a tetejét súrolta, de nem volt extrém nagy. Úgyhogy a húgsav anyagcsere zavarára utal a mai medicina a közvény esetén, és láttam olyat is, akinek el volt szállva a húgsav szintje, és mégse volt közvényes rohama. Tehát engem már ezek a dolgok akkor is úgy elgondolkodtattak, de a germán gyógytudomány adja meg a pontos választ arra, hogy mit kell keresni az adott ízületeknél az adott helyen. Ja, és ha már itt tartunk a lábnál, ugye a lábboltozatnak a süllyedése gyerekeknél, ugye mit jelent ez a lúdtalp? Hát a gyerek mit szeretne megtanulni, állni, járni, mint a nagyok, de lehet, hogy nehezebben tanulja meg, mint ahogy azt ő szeretné, és az a megélése, hogy képtelen vagyok ezt megtanulni, és addig az ízületeit bontva ez a bokasüllyedésnek nevezett lábboltozat lesüllyedés, ugye ez meg fog jelenni. Én azt gondolom, hogy elég részletesen sikerült összefoglalnom mindent, ami az ízületekkel kapcsolatos. Itt nem porcokról, hanem csak mint elkülönítő diagnózist, differenciál diagnózist szeretném megemlíteni. A vállízületnél azért másfajta fájdalmak is jelentkeznek, ilyen az itt nevezett Scalenus-szindróma, ami azt jelenti, hogy az izmokat érintő program miatt vastagodik meg az izom megoldási szakaszba, és ez okozza az ereknek és az idegeknek a becsipődését. Ugye itt van ez a terület körberajzolva, amit remélem, hogy sikerül megmutatnom, és erről a területről van szó. Na most a kosztoklavikuláris szindróma azt jelenti, hogy az első borda és a kulcscsont közé beszúruló idegek, erek fogják a tüneteket okozni. Ilyenkor a pulzusa az illetőnek alacsonyabb lesz, és a fájdalom pedig eléggé kifejezett, ugye egy szorult helyzetben levő ideg esetén. A hiperabdukciós szindróma pedig, hogyha felemelem és hátrahajtom a kezemet, akkor fognak az erek és az idegek szorult helyzetbe kerülni, és ez lesz az, ami magyarázza az adott tüneteket. Tehát ez csak finomságként mondjam úgy, hogy hoztam be, hogy azért a webkonferenciák egy alapszintű tudást próbálnak átadni, senki se gondolja azt, hogy ennyi az egész medicina. Aki tudja a germán gyógytudományt, még nem lesz orvos. Viszont ha valaki orvosként megtanulja a germán gyógytudományt, akkor jobb orvos lesz, mint volt.
Én köszönöm mindenkinek a figyelmet, és megkérek mindenkit arra, hogy a témával kapcsolatos kérdéseket tegyék fel először. Én is nagyon szépen köszönöm, drága Karesz, ezt a fantasztikus előadást. Azt hiszem, hogy a kezünk-lábunk programjait nagy mértékben megértettük. Az a kérdésem lenne, hogy ugye most a csontokról beszéltünk. Igen. Kiveséztünk-e mindent, ami a kéz és lábhoz köthető program? A terápiánál elfelejtettem, és most jutott eszembe szólni a gyógyszeres kezelésekről, és azért egy nagyon lényeges kérdés lenne, és ezt visszahozom, hogy a megoldás. Tehát, ha gyógyszereket fogunk adni a gyulladásos tüneteknek a megoldására, a kérdés, hogy az mi? Nehogy azt higgye valaki, hogy a gyógyszereket beszedni az halálos bűn. Nem erről beszélek, csak tudnunk kell, hogy mi az, amit beszedhetünk, és mi az, amit nem szedhetünk be. Milyen gyógyszernek mik a veszélyei? A kezdetben, még amikor a nem szteroid gyulladás csökkentők voltak a műsoron, ugye akkor a Voltaren és az egyéb ilyen történetek, hát akkor nagyon sokat segítettek ezek a gyógyszerek, de a folyamatos szedése nyilván hozta a mellékhatásokat, gyomorpanaszokat és egyéb dolgokat, úgyhogy nagyon oda kellene figyelni arra, hogy meddig használjuk ezeket a dolgokat. Tehát ha most már megoldási szakaszban vagyok, és tudom, hogy kimegyek belőle, akkor rendben. Na, de itt van a biológiai terápiának nevezett történet, ami gyakorlatilag egy adott célpontra, egy adott faktorra van kihegyezve. Tehát rengeteg gyulladásos faktor van, ebből az egyiket úgy hívják, hogy tumornekrózis faktor alfa, és hogyha az ez ellen ugye baktériumok által előállított fehérjéket vetnek be, mint autoimmun betegségnek nevezett korképben, az immunológiai történéseknek a blokkolására, hát akkor kérem szépen az immunrendszerünkkel játszunk ismételten. Ez egy célzott dolog, mert egy bizonyos dologra hat a tumornekrózis faktor alfára. A metotrexát, a ciklofoszfamid, a kortikoszteroidok, azok is gyulladás csökkentő szerek, csak azoknak általánosabb a hatása, mondjam azt, hogy ez a sörétes puska, míg a biológiai terápia pedig egy ilyen vadászpuska, ami egyetlen lövedéket megfelelő helyre küld. El kell gondolkodni azon, hogy egy életen át gyógyszert szeretnék szedni, vagy leszeretném zárni a programot. Ne feledjük, hogy ilyen 170 és 200 ezer forint közötti injekciókról van szó, amelyek nem veszélytelenek. Ezeknek, hogy mondjam, havi, meg fél éves kontrollvizsgálatok is állnak a hátterében, oda kell figyelni nagyon sok mindenre, és természetesen, hogy lesznek emberek, akik azt fogják mondani, hogy ő inkább még mindig vállalja a gyógyszert, ahelyett, hogy megoldaná a programot, de biztos lesznek olyanok, akik már megunták a gyógyszerek szedését, és szeretnének kilábalni ebből az egészből.